Nehéz-e emelemezni? Ez egy olyan kérdés, mintha azt kérdezném, hogy nehéz-e főzni? Hát, hogyha a Michelin csillagra hajtasz, akkor nehéz. De az ünnepi zsíros kenyér elkészítése és a dínyertes mongolica herehab között van még néhány árnyalat, mint például a nagymamám toros káposztája, ami csak a tágabb családi körben volt egy legenda. Ugyanígy van az MLM-mel is, van a zsíros kenyér szint és van a Michelin csillagos szint. Sokan gondolják erről a szakmáról, hogy az MLM a sima modorú, dörzsölt, értékesítő típusú embereknek való, akiket ha kirúgnak az ajtón, visszamásznak az ablakon. És átkozottul nehéz ilyenné válni, hogyha te alapból nem vagy olyan. Még nehezebb, hogyha nem is akarsz ilyenné válni. És most figyelj, mert ez fontos. Állítom neked, hogy a network marketinghez nem kell olyannak lenni. Sőt, még azt is állítom, hogy a network marketing a becsületes, szorgalmas munkát és a kitartást sokkal jobban díjazza bármelyik másik szakmánál. Az MLM tele van hétköznapi hősökkel. Sikeres buszsofőrök, portások, postások, nyugdíjasok, tanárok, de ugyanúgy megvannak itt azok is, akik mielőtt beléptek volna egy MLM cégbe, már azelőtt is sikeres üzletemberek voltak. És most figyelj, mert elmondok egy titkot. Ez a szakma mindig megmutatja neked azt, hogy merre kell menned, mit kell megtanulnod. Ha nyitva tartod a szemed és figyelsz a szponzorodnak a tanácsára, akkor megtalálod azokat a területeket, ahol még korrepetálásra szorulsz. Én emlékszem rá, hogy az én pályafutásom során mindig megtaláltam, igaz, kerestem is azokat a területeket, részeket, ahol én nekem a tudásomat fejlesztenem kell. És utána neked kell eldöntened, hogy hajlandó vagy-e azt megtanulni. Olyan tanfolyam is volt, ami után összenéztünk Csillával a párommal, és azt mondtuk egyöntetűen, hogy így ezt mi nem akarjuk csinálni. Szerencsére mindig van más út is, például az internetwork empatikus hálózatépítési metódus. Egy problémának mindig van több megoldása is, A-ból B-be egy csomó úton el lehet jutni. Visszatérve az eredeti kérdésre, hogy könnyű-e vagy nehéz emelemezni, könnyű, ha figyelsz és tanulsz, és átkozottul nehéz, hogyha úgy akarsz változást, hogy te nem változol. Ha nem akarsz a következő videókról lemaradni, akkor iratkozz fel a YouTube csatornámra, és lájkold a Facebook oldalamat. Ha van egy kérdésed, amire választ szeretnél kapni, akkor írd ide kommentbe. Tarts velem, és váltsunk kasztot együtt!